kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm valamennyi megjelent kedves vendégünket, ünnepi képviselőtestületi ülésünkön. A mai napon kerül sor az önkormányzat által adományozott Balatonszepezdért kitüntetés átadására. Balatonszepezd község önkormányzata képviselőtestülete 2014. május 29-i zárt ülésén Balatonszepezd kulturális értékeinek megőrzéséért, megismertetéséért és megmentéséért kifejtett önzetlen közéleti szerepvállalása elismeréseként Balatonszepezd kitüntetésben részesítette Németh Ferenc urat. Elsőként felkérném Zsigmonden Kenész urat, köszöntse szavalatával az elismerésében jutalmazott Németh Ferenc urat és családját. Mielőtt elmondanám a verset, engedjenek egy pár személyes mondatot meg. Tegnap éppen ott voltunk együtt közösen az egyik programon, és beszélgetésbe eljöttünk a családdal. Amikor Feri bácsi unokájára ránéztük mindketten a témakörre kapcsolatban, és azt mondta, hogy a papa mindent tud. De azt gondolom, hogy ennél komolyabb elismerést nem kell senkinek, mégis azért hadd mondjak egy kis verset is. Hosszasan kerestem, de nem lehetem ide illő verset. Csak radom titul egy részletet. Az se teljesen ír le téged, ezért róttam én is egy pár sort néked. Halljuk először a poétát, aztán egy gyenge kis botfácskát. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám. Itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatorsből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha nép a lábamhoz térdepel, egy-egy bokkor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vörös fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szerít tanyát. Az gyárat lát a lácsön és szántó földeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért felek. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház s a bakter előtte áll s üzem. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában kommodor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén a járta peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről a kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Németh Ferenc Szepezd szülötte, tartalmas élet van mögötte. Iskoláját Győrön végezte, s lett a kőművesség mestere. Innen jött át tégla szerelme, egy titkos világba vezette. Társ, gyermekei, felesége, méltó háttér mellett. Kik segítik, hogy kutathasson, környezetére jól hathasson. Így lett Szepeznek krónikása. Könyvet írt, minek nincsen mása. Összeszedett mindent, mi fontos. Ittenieknek mi otthonos. Minden ép, írásos adatot, így könyvtár, internet adhatott. Balatonszepezd szíves csücske. Így lett a falucskának tükre. Megmutat mindent, mi történik. Többet lát, mint mi épp létezik. Ott van kérem minden programom. Segít, ha kell, ha nehézség nyom. De a pontosságból nem enged, figyelme erre is kiterjed. Jó barátom néked is így lett, sokaknak sok hasznosat jót tett.
Így ünnepeljük, mint díszpolgár, ki szepezdért bármikor kiáll. Sebestyén Gyula évében ma, s kérjük, ne lakkadjon buzgalma. Istenünk ad majd egészséget, s a jóra való képességet. Itt erre kérünk mi is áldást, kívánjuk folytonos szárnyalást, mutass nékünk még egyet és mást, de így tovább is összekötő palást. Nagyon szépen köszönöm a szép verset. Kedves elnök barátom, remélem megengedett, hogy barátomnak nevem bele. Hiszen úgy hiszem, hogy ismerjük egymást gyerekkorunkban. Egy kicsit én még idősebb voltam akkor. És nagyon sokszor, és abban lehet, hogy még sokszor együtt is dolgoztunk. Visszaemlékezve fiatalkorodra és édesapádra, hiszen a TSZ-be is voltunk együtt, építési munkákon, meg más munkálatokon is. Kedves Ferenc! A mai világban maradandót alkotni nehéz, főleg önzetlenül. Te mindkettőt megtetted. A Szepezdi Krónika című könyv megalkotásával olyan tettél, amely kisfalunk régmúlt és újkori történetét felüleli. A lényege az itt élt emberek életvitelét és jellemét is leírja. Maradandó írások, biztos vagyok benne, hogy hosszú időkre biztosítja a szápezdi életforma elmúlt történelmi és tanulhat belőle az újkori nemzedék is. Írásod egy gyűjteményed engem és korosztályomat egy kicsit visszarepít a fiatalkorunkba. A mai fiataloknak pedig ismeretet ad, elődeinkkel és tanulhatnak belőle. Művet megalkotásában tudom, hogy hatalmas energiát és időt fektettél, mely maximális tiszteletet és megbecsülést érdemel. Kedves Ferenc, megengeded, így tudom, hogy néha Ferencnek, néha Ferencnek szeretetet neveznek. E magasfokú tevékenységed elismerésére díjazt a munkádat, a község képviselő testületet javaslatom alapján. Én kérlek, fogad megbecsülésünk jelölő az itt lévő ezüst kitüntetést, hozzájáró oklevelet és a helyrendi vázát. Megköszönve a helytállásodat, lelkes munkádat, én további eredményes munkát kérlek kívánok magánéletedben, neked és családodnak, és folytatást a munkát remélem, hogy még további sikerek volna ebben a témába várni rád. És egy majdnem
Nagy megtiszteltetés számomra ez a nap, hogy a díj azoktól között lehetett, melyet 2006 óta négyen kapták még előttem, és még nagyobb öröm, hogy 2010 után 2014-ben én részesítve ötödiknek ebben a díjban. Ez a díj további feladatokat juttat eszembe, és a jövőben is szeretnék a kitüntetésnek megfelelni, és minden erőben azon leszek, hogy tevékenységemmel a Szepez jó hírét öregítsem, és méltó legyek a színviseléséhez. Még egyszer köszönöm. Köszönjük fel! És kedves vendégem, engedjék meg, hogy egy kis fogadásra meghívjam ezeket a tüntetőket, mert a tüntetőket kitüntetettek. Próbáljuk szórakozást mindenkinek. Köszönjük szépen, vagy esetleg! Köszönjük szépen!